Itt a vakáció a gyerekek legnagyobb örömére, és azt hiszem, hogy ilyenkor a szülők egy része azon gondolkozik, hogy mit csináljon a szünidőben a gyerek, ez a kisebb gyerekekre vonatkozik, a nagyobb gyerekekre pedig az, hogy most menjen dolgozni, hova menjen, és milyen körülmények között menjen dolgozni. Én azt szeretném, hogy mielőtt még itt a szószoros értelmében a tárgyra térnénk, Petronellát kérdezem, hogy aki egy szemében kettős kötöttségű hősnő, mert hogy diák is, meg dolgozik is, de hogyan látod a mostani idei helyzetet? Jobb, vagy esetleg, ha visszanézzünk egy-két évre, rosszabb? Tehát többen jelentkeznek, kevesebben jelentkeznek, jobbak-e a feltételek? Jelen pillanatban ugye elkezdődött a nyár, ilyenkor szokott megugrani egy kicsit ugye a diákállományunk. Most én azt vettem észre, hogy kicsit lankad az érdeklődés, tehát hogy kevésbé szeretnének dolgozni, kevesebb is a jelentkező, de hát ezt mi ugye próbáljuk kiküszöbölni, tehát hogy én nekem is vannak kapcsolataim, tehát próbálom, hogy mindig, hogyha valaki jelentkezik, akkor megkérdezem, hogy van esetleg valami barátja, akkor megpróbálom őket együtt elhelyezni, mert úgy is szimpatikusabb nekik, hogyha ketten mennek, tehát hogy már annyira nem önállóak sajnos, de jelen pillanatban egy kicsit lankana azért. Annyit még azért a néző kedvéért, hogy nem véletlenül mondtam, hogy kettős kötöttségű, szóval tanulsz is és dolgozol is, de az dolgozod, amit tanulsz is? Igen, igen, ugye én emberi erőforrás alapszakon tanulok, és ugye projektvezető vagyok, illetve mentor a Melodiák Universitásnál, az ugye azt teszi ki, hogy én koordinálom a diákokat, illetve ugye én tartom a kapcsolatot a partnerekkel. Igen, és hogy világos legyen, a Corvinus Egyetemről van a szó. A Corvinus Egyetemről, igen. No, kérem szépen, menjünk korosztályonként. 15 éves kor alatt azt hiszem nem lehet dolgozni, ugye? Igen, ez így van. 15 fölött szülői engedéllyel, 16 fölött pedig önállóan vállalt, de csak kiskorúként, a munkatörvénykönyvének megfelelően. Viszont nálunk a 16 és 18 év közötti korosztálynak azért a szülőnek az aláírása is kell a munkaszerződésre, tehát nem a beleegyezés, hanem az aláírása, hiszen még kiskorú diákról van szó. Rájuk ugye, mint ahogy említettem, a munkatörvénykönyve vonatkozik, ami azt jelenti, hogy a fiatalkorúak ugye nem dolgozhatnak éjszaka, nem túlórázhatnak, tehát 8 órán többet nem dolgozhatnak, bizonyos terhelési fokozatokat is be kell tartani, és mondjuk pénzt sem kezelhetnek, hiszen nincs felelősségük még 18 év alatt. Most mindjárt a munkákról is és a lehetőségekről is beszélünk, de azért maradjunk még, hogy mondjam, itt a jogállásnál vagy a jogviszonynál. Tehát egyszer van a pénz, de akkor a pénzről most annyit, hogy én úgy tudom, hogy a bruttó minimál órabér 600 forint vagy 604. 604 forint. Na most, hogy ezt mindenki megkapja, nyilvánvalóan valamiféle szerződést kell kötni. Ez sem mindegy, hogy miért, mert lehet szerződés, ez az amaz. Általában panaszkodnak, vagy meg vannak elégedve a diákok a kifizetéssel? Hát sajnos nincsenek. Tehát, hogy én azt vettem észre, hogy mi a 604-es, ugye ezt a minimálbéres munkákat nem nagyon tudjuk kiadni. Tehát általában vannak olyan megkeresések, hogy ő már 1000 forint bruttónál szeretne kezdeni, igen. Hát ezzel nem tudunk mit kezdeni. Tehát vannak szakmai munkák, de a szakmai munkákat nyilván egyetemisták végzik el. Azok tényleg magasabb fizetésben sorolhatóak. Tehát 1000 forint fölött tényleg informatikai pénzügyi. De az alatt, ami pakolós, illetve bármilyen ilyen bolti munka, az általában ilyen 604 és ilyen 770 körül forog bruttóba. Ez már annyira nem kecsegtető számukra. Van-e különbség például a nagyváros, a kisváros és a falu között ilyen értelemben? Szóval ahol 1000 forintot kérnek, már a nagyobbak vagy az idősebbek, az nyilvánvalóan nem biztos, hogy a Budapest valamelyik kerületében ugyanúgy reális, mint nem tudom, Székesfehérvár külterületén. Itt a városok közötti, tehát a vidék és Budapest között van eltérés. Tehát Budapesten, hogy Petra is elmondta, a diákok már minimál bére, tehát a 604 forint bruttóért, mivel a piacon rengeteg állás van, tehát a diák munkapiacon is rengeteg a kínált állás, ezért inkább olyat keresnek, ami mondjuk legalább 750-700 bruttót fizet, és ezért az ilyen jellegű munkákat nagyon nehéz már kiadni. Tehát ez a partner és köztünk lévő szerződések kérdése, hogy mennyit bír el a partnernek az inger küszöbe, hogy mennyit fizessen a szolgáltatásért, és ebből kifolyólag jön ez a dolog. Na most még mindig nem effektív a munkakörökre és a munkára kérdezek, hanem erre, mert mindig abból adódik, mint ahogy mondta te is, hogy nem mindig vannak meg elégedve, szóval abból adódnak a mondhatom nyugodtan visszaélések, hogy vagy nem kapja meg a pénzt, vagy kevesebbet, vagy később. Tehát milyen szerződéses keretek között nem hogy lehet, hanem illik, vagy kell
a biztonság érdekében megkötni ezeket a munkaszerződéseket. Mindenképpen azt javasoljuk már évek óta, illetve évtizedek óta, hogy a nyári munkát, aki pénzt akar keresni diákként, iskolaszövetkezeten keretein belül végezze el. Egyrészt mert ő szerződés köt tagként a szövetkezettel, ez munkaszerződés, illetve az adott munkahelyre egy eseti szerződést, abban benne van az, hogy hol fog dolgozni és mennyit fog érte kapni. Ez ő köti, vagy a szövetkezet köti? A szövetkezet köti vele, a munka, a diákkal. Igen, a diákkal. Egyfelől. Igen. És a szövetkezet a munkáltatóval nem a köt? A szövetkezet a partnerével köt egy szerződést, ja, ez egy megbízási szerződés. Ettől függetlenül, hogyha még a szövetkezetet nem fizeti ki a megrendelője, attól még a szövetkezet kifizeti a diákot. Tehát a diáknak a bérét akkor is ki kell fizetni hónap 10-én, hogyha még nem kapta meg, vagy egyáltalán nem kapja meg a megbízójától az iskola szövetkezet. Ez egy felelősség kérdése. Tehát ebből a szempontból legnagyobb biztonságban van a diák, hiszen nem lehet arra hivatkozni, hogy még nem kaptam meg a főnökömtől a pénzt, is nem tudom kifizetni, vagy bármi ilyesmire, mert nekünk törvényi kötelességünk kifizetni a diákot azután, amit ugye ledolgozott óradíj szerint, illetve ledolgozott órák szerint. Azt hiszem, az is nagyon fontos kérdés, hogy biztosítás, mert ahogy Rejtő Jenő megírta, mindenkit érhet baleset, amit fölírt a Piszkos Fred sapkájára. Szóval a biztosítás hogy van? A diáké? Ki köti meg? Ő vagy a munkáltató? Jellemzően ugye ez munkaügyi kérdés is, illetve szokott lenni általában bizonyos, főleg nagyobb munkákra kötelező, illetve balesetbiztosítás a diákok, tehát azután, amit ők elvégeznek. Ez egyrészt felelősségbiztosítás, hogyha nem szándékosan mondjuk kárt okoz, azon a munkahelyen, ahol ő dolgozik, legyen ez egy raktár. Akkor ez vice versa, mind a két oldalra vonatkozik. Tehát igen, úgy értem, hogy a diák is kerülhet rossz helyzetbe, de ha ő okoz kárt, akkor meg a munkáltató. Ez így van. Ugyanakkor a partnereink jó része most már azért szeret inkább felnőtt munkaerőt kérni, tehát ilyen szempontból hátrébb szorultak a középiskolások, akik nem töltötték be a 18-at, hiszen egyénileg is van már felelősségük. Tehát hogyha ő olyan egyéni hibát csinál, ami mondjuk nem fogható az iskolaszövetkezetre, mert miért tehetne róla egy iskolaszövetkezet, hogy ő ott valami butaságot csinált, akkor ő is felelősséget tartozik ez iránt. Az, hogy a balesetnél mi van meg ilyesmi, az egy baleseti biztosítás kérdése. Jellemzően ezekkel nem szokott egyébként a nagy számot törődni, pláne nagyon-nagyon minimális az ilyen eset, ami ezt jellemzi. Értem. Na, beszéljünk akkor a munkákról. Itt nyár, vakáció, buli, Balaton, és ilyenkor nagyon sokan, és ezt tényleg kollégáktól, fiataloktól is hallom, hogy megyünk Balatonra, megyünk ide-oda, strand, vízimentők, szörfözünk, és vagy pedig irodai munkát keresünk. Szóval én úgy hallottam, hogy ezek a legjellemzőbbek, így van, és ezen kívül mi van még? Igen, általában azok szoktak jellemzőek lenni. Ugye ilyenkor ugye megnövekedik a 16 év felett, tehát 16 évtől, tehát elkezdenek ugye a középiskolások is dolgozni. Ők inkább nem is az adminisztráció, meg ilyenek, ők mennek boltba pakolni, tehát ilyen idénymunkákat szoktak elvállalni. Polcfeltöltő, címkézés, ilyen jellegű feladatokat. Illetve nálunk ugye nincs ez a vízimentőség, de ugye én hallottam arról is, hogy vannak olyan szervezetek, akik direkt mondjuk külföldre szokták általában ezeket szervezni, azok ilyen külföldiek, tényleg ilyen Németország, meg ilyenek, mi nálunk, ha jól tudom, nincsen. Boltos szokott lenni, nálam általában az szokott. Most mondjuk elég érdekes, mert adminisztrációs munkára is elkezdtek jelentkezni a 16 év felettiek, ezzel semmi probléma nincs, szerintem ez teljesen jó, több tapasztalatot szereznek egy vállalatnak a kultúrájából, tehát már fiatalon, nem csak az, hogy ugye pakolásznak, ami szintén egy jó dolog, de ez szerintem a karrierjüknek is nagyon fontos, hogy adminisztrációs munkát végezzenek. Persze, akkor nyilvánvalóan előfordult már olyan is, legalábbis azt hallottam, hogy valaki elment és két nyáron dolgozott, aztán utána kinőtte a diákkort, és a karrierépítés szempontjából nagyon jó volt, mert esetleg olyan munkahelyen helyezkedett el, ahol már korábban is ott volt, tehát mindenféleképpen segített. A másik dolog, amit az előbb elfelejtettem megkérdezni, hogy mennyit lehet dolgozni, tehát egy hetet, vagy egy hónapot, vagy akár végig az egészet, ezt a diák kiválaszthatja? Természetesen a diák kiválaszthatja, és itt jó, hogy megkérdeztem, mert a diák munka ma már nem jellemzően csak nyári munka, hanem egész évben van. Erről gondoltam. Ez nagyon fontos, mert
megint ketté választanám. Budapesten a nyáron dolgozó diákok körülbelül 25-30%-kal növekszik meg a létszámuk. Ez vidéken még mindig 50% körül van. De nálunk ugye a mi tapasztalataink szerint ez teljesen éves munka. Tehát évközben is vannak olyan munkák, ahol akár 40 órát tudna dolgozni egy héten. Tehát bármennyit dolgozhat a munkatörvénykönyve keretein belül. Uh-huh. Tehát ugye nyilván, ha túlórázik, akkor ki kell fizetni a túlórát, ha éjszaka dolgozik, éjszakai pótlék, hogyha ünnepnap, akkor 100%, tehát ez mind érvényes ugyanígy a diák munkára. Amennyiben azt a kort elérte. Amennyiben azt a kort elérte, természetesen. És itt ragadnám meg azt a dolgot, hogy nagyon fontos, ugye ismerjük azt, hogy mondjuk egy végzős diáknak mik az elhelyezkedési esélyei. És hogyha nálunk, mi most indítunk be egy mentor programot, ami azt jelenti rövid egy mondatban, hogy 14 éves korban megfogjuk a diák kezét, amikor még tanul, és bizonyos kompetenciákon keresztül megnézzük, hogy ő mire lesz kompetens, hogyha elkezd fejlődni a tanulmányai során, és milyen szakma irányába lehet őt orientálni, illetve ő miért szeretne. És ennek alapján mi végig megpróbáljuk fogni a kezét, és olyan munkahelyeken elhelyezni, ahol ezeket a kompetenciákat fejleszti, megszerzi, és amikor 23-24-25 évesen diplom van a kezében, akkor egyrészt szakmai tapasztalat, munkatapasztalat, tehát tudja azt, hogy mit jelent az, hogy munkába járni, van szakmai tapasztalata akár bizonyos szakmában, akár egy cégnél, innentől kezdve lehet, hogy az a cég, akinél már egyetemen dolgozott, át is veszi, erre sok tapasztalatunk van nekünk is, mert megismerték, tudják, hogy dolgozik, és akkor onnantól kezdve egy olyan irányba tudjuk elengedni, ami tényleg a pályája során olyan szakmát vagy olyan munkát fog végezni, amit eleve már szeretett volna. Ez nagyon jó, tényleg. Azt hiszem, hogy példaértékű kezdeményezés. A fiúk vagy lányok, szóval most úgy értem, hogy arányban vagy arányaiban van valami kimutatás arról, hogy a diákok közül kik dolgoznak szívesebben vagy többen? Hát kimutatás nincsen. Hát akkor ötlön szabály. Nagyon vegyes, tehát ez igazándiból munka jellegétől függ. Nyilván ugye könnyű fizikai, nehéz fizikai munka inkább fiúk. Adminisztratív munka inkább lányok szoktak lenni. Van, amikor kéri is a partner, hogy lány, amit én személy szerint nem annyira szeretek, szerintem ez nem feltétlenül ilyen nemre vonatkozó, de általában lányok szoktak adminisztrációs munkára. De szakmai munkára meg teljesen megoszlik, tehát ott fiúk, lányok, teljesen vegyes. És van, nyilván van olyan, azért is teszem fel a kérdést, ahol hiány van, tehát jó lenne, ha lenne diák, és nyilván van olyan, ahol túljelentkezés van, nem tudom, aki kozmetikus akar lenni, vagy manikűrös a hölgy, akkor nyilvánvalóan szeretne elhelyezkedni, meg még 10, és akkor mi van? Casting a munkáltató részéről, hogy kit vegyen föl? Szóval hol van hiány, hol van többlet? Hát a hiány, hogyha munkákra bontjuk le. Igen, igen. A hiány inkább a szakmai munkákba szokott jelentkezni. Tehát már úgy ért, hogy vízvezetékszerelő? Nem. Inkább ilyen informatikai pénzügyi. Ja, értem. Azért, mert a nyelvet, ugye multinacionális cégekkel is dolgozunk, és oda a nyelv, és nagyon sokféle nyelv, ott nagyon sok hiány van, illetve ilyen webfejlesztő, aki programozó van, a programozó diákjaink, olyan munkaköreink is, azokban is nagyon nehéz. Tehát egy adminisztrációs munkában nagyon könnyű, én ezt észreveszem is, nekem is több munkám van, látom, hogy arra befut egy nap 30 jelentkező, a másikra meg hetente egy vagy kettő, tehát azok közül nem lehet nagyon válogatni. És akkor, hogyha több van, általában az a megszokott, hogy mi ezt leegyeztetjük a partnerrel, hogy ő hogy szeretné, hogyha szeretné, hogy mi találkozzunk vele, általában szoktunk azért nem is egy interjú kapcsán, csak hogy megismerjük, tényleg lássuk, hogy kit küldünk ki utána a partnernek. Találkozunk vele, elküldjük az önéletrajzát, tehát itt nem szűrünk elő, én nem szoktam előszűrni azt, hogy én most válogatok, mert nincs jogom hozzá. Igen. Én csak mindegyikhez szoktam egy megjegyzést fűzni, hogy ő milyen volt, tovább küldöm, és akkor a partner felveszi vele a kapcsolatot, vagy velem, és akkor elmegy még egy interjúra, és ott se kell egy ilyen nagyobb dologra gondolni, inkább a szakmai munkák azok. Vidék. Most csak az jutott eszembe, hogy kezdődik a hétvégén az aratási szezon. Hát akkor nyilvánvalóan onnan és arról a környékről jelentkeznek diákok, ahol éppen aratnak, és nem hiszem, hogy Budapestről megy le hirtelennyében valaki az Alföldre. Van-e valamilyen rálátás, hogy így az ország területén hogyan oszlik meg a diák munka? Természetesen nekünk 40 irodánk van az országban. Csak. ezek állandó irodák. Természetesen van rálátás, és azt is tudjuk és látjuk, hogy azért a vidéki területeken a nyáron a mezőgazdasági munka azért megnő. Nyilvánvaló nem bombányvezetés vagy ilyesmi, hanem az egyéb egyszerűbb mezőgazdasági munkák. Ugye ez az a nyári időszak a
késő tavasz, nyár, gondolom az előző, amikor szüretelések vannak, akkor ott a diákok tudnak ilyen szinten dolgozni. Nyilván ez Budapesten nem igaz, illetve Budapest környékén. Jó, hát itt nyilván nem a gyümölcsszedés, meg nem, a dinnye szezonban leginkább. Egy nagyon fontos dolog így a végén. Nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy hogy lehet hozzájutni a munkákhoz, hol lehet jelentkezni. Ilyenkor többnyire az a válasz, hogy nézzék meg a honlapot. Na most vagy lusták megnézni, vagy nem nézik meg. Mi a legegyszerűbb megfogalmazása annak, hogyha most valaki éppen befejezte a második gimit, mit csináljon, hova forduljon? Hát, hogyha nem is a honlap, akkor a Facebook. Tehát a generáció, a mostani generáció az Facebook. Oda is kiszoktuk folyamatosan tenni a munkáinkat, ott is megtalálnak minket. Úgyhogy én csak ezt az egyet tudom mondani, hogy Facebook nekik teljes mértékben. Na most, hogyha valaki bemegy egy irodába, és azt mondja, hogy jó napot kívánok, ezt meg ezt szeretném, akkor gondolom nem csak elektronikus úton lehet regisztrálni. Természetesen offline módon is lehet, személyesen az irodában. Online is, meg offline is. Igen. Bár ennek a mostani generációknak ez nem divat. Tehát annyit szeretnek bent tölteni az irodában, amennyi a szükséges papírmunkához kell. Tehát azt a 15-20 percet, amíg megcsináljuk velük a szerződést, beiratkoznak. Igazából, de nyilvánvaló, hogyha személyesen megjelennek, akkor ott vannak a mentorok, és náluk is lehet érdeklődni. Én hallottam azt a kifejezést, hogy passzív diák, ez mit jelent ez esetben? Ez esetben azt jelenti, hogy passzívos fél éven van. Ez azt jelenti, hogy ő például nappali tagozatos diákként nem tud elhelyezkedni iskola szövetkezetben. A törvény, ami most jött ki pár napja, és amit nem soká fognak kihirdetni, lehetővé teszi a kihirdetéstől számítottan, hogy ezek a diákok rendes nappali tagozatos diákként tudjanak munkát vállalni iskola szövetkezeten belül. Ez mintegy 25 ezer körüli diákot érint. Tehát egy olyan lehetőség, ami nekik is lehetőség, tehát nem felnőttként kell helyezkedniük, diák munkát tudnak végezni, viszont rá is érnek, hiszen nem elsősorban a tanulmányaikkal vannak elfoglalva, nem halasztanak. Utolsó kérdés, amire csak egy mondatot kérek, hogyha nem ilyen szép a mennyasszony, hanem tényleg valahol nem fizetik ki a diákot, van, hogy baj van, akkor az iskola szövetkezet jogi védettséget is ad-e, ha netán perelni kell? Képviselje őt. Segítséget tudunk adni, képviselni, mi nem képviselhetjük. Hát nem ügyvédről. Ha tárgyalásra kerül a sor, akkor természetesen mint munkadójuk. Szóval támogatás van. Igen. Jó, nagyon szépen köszönöm. És hát sok jó munkát kívánok a nyárra, mert azt hiszem, hogy ez is egy olyan szakma, minél a nyár nem a pihenés időszaka. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük.